A búzatéri piacon szinte senki nem árul gombát, a gombavizsgálónál pedig míg máskor hosszú sorokban állnak a gombát szedő emberek, addig most naponta mindössze 3-4 gombász fordul meg. Szakács József több mint 45 éve szed gombát, de ilyen rossz szezonra nem emlékszik. Én szerintem ez az idei most nagyon gyenge, hogy egyáltalán nem is találtam gombát. Annyi, hogy talál az ember 1-2 kilónyit, az nem gombaszerelés. Legalább egy 15-20 kilónak kell lenni. A kifejezetten rossz gombaszezon okozója a csapadékszegény meleg idő volt, ám az ősz az esős párás idő mellett még hozhat meleget is. A gombaszak ellenőröknek pedig a kevés számban behozott gombákat is ellenőrizni, vizsgálni kell, ez például pöfetek gomba. Ameddig fehér a belseje, addig lehet fogyasztani. Mikor már kell sárgulni, akkor megérik a spóra, és akkor ételmérgezést lehet kapni tőle. Ennek a kis vékony hártyáját, ami borítja, ezt le kell szépen szedni, és már is lehet fogyasztani. Akad olyan is, aki mérgező gombát hoz be. Ez például a kerti őzlábgomba, amelyet nem adtak vissza már a szedőjének. Gombavizsgálat teljesen ingyenes, és ajánlott mindenkinek, ha gombát szed, ne nájlonzacskóba, kosárba szedje, vagy papírzacskóba, mert nájlomba befülled a gomba, és megromlik. Nem gombamérgezést, hanem ételmérgezést fog kapni. A másik pedig, hogy ajánljuk mindenkinek, hogy hozza be a gombát. Ingyenes, megnézzük nagyon szívesen, és elkerüljük a bajokat. A nyíregyházi búzatéri piacon a gombavizsgáló minden nap nyitva tart, már reggel 6 órától 13 óráig.